Vége van az eredményhirdetésnek, minden elcsendesedett, és akkor röviden szeretném összefoglalni, csak tényleg pár mondatban, hogy mi is történt. Végül nem sikerült a két tanát elérnünk, de hát nyilván olyan eredményt értünk el, hogy egy percig nem csüngedünk, sőt, nagyon nagy örömmel vagyunk. Talán most kezdjük felfogni, de igazán szerintem még nem is tudtuk felfogni az eredményt. Végül itt a papír alapján 1965,31 kg pontot sikerült összesen fognunk, tehát 35 kg hiányzott a két tonnához, de viszont ugye a tízójéknak az 1888 kiló, amit megdönthetetlennek tűnt, sikerült megdöntenünk. Ugye ők mögöttünk végeztek, ők pedig 1600 valahány kilót, nem is tudom pontosan megmondani, annyit fogtak, és utánuk a következő 1000 valamennyit fogott, tehát 1000 pár kilót. Hát én azt gondolom, hogy ez olyan kimagasló eredmény, és olyan rendkívül is, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, meg boldog vagyok miatta, hogy ugye a tízójék, mint mondtam, már a sekélyben ültek, mi pedig a gáti mély szakaszon. Tehát tavaly rá lehetett mondani, hogy persze a mély vízben ültek, és akkor szerencséjük volt, meg egymás mellett ültek, de most nem egymás mellett ültünk, és különböző vízálláson ültünk, és mégis jó eredményt értünk el. Úgyhogy tényleg azért elég összerakott most ez a technika, amit eltaláltunk. Hát persze nem tudjuk, hogy meddig fog működni, igyekszünk megújulni, de ameddig lehet, nyilván kihasználnánk. Annyit tudok még megígérni, hogy igyekszünk majd egy kis filmet készíteni, amiben bővebben, részletesebben fogok beszélni a technikáról, milyen beges technikát használtunk 24-es oldódót is, mivel, mit fogtunk, hogyan. Nem mondom, hogy minden részletet, de tényleg ami publikus, azt azokat el fogom mondani, amivel bárki sokkal eredményesebb horgász lehet, hogyha használja ezt a technikát. Itt Maconkán ez nagyon jól működik, de láttátok, hogy már más helyen is jó eredményt értünk el. Úgyhogy hát nem is tudok ehhez mit mondani, azt tudom mondani, hogy nagyon örülünk, Geri, te? Nagyon örülünk. Nagyon örülsz végre. Igen. Annyi volt még az érdekesség, ugye, hogy Gergő mindig a gáton ült, és most menekülni akart a gátra, hogy ne a gátra, és mondtam, hanem Gergő, nyugodj meg. Hanem mindig az a lényeg, hogy odaüljünk, ahol meg lehet nyerni. Tehát mi mindig gondoljuk, hogy jobbat tudunk, de ugye mindenki menekült a gátról, mindenki a sekélypályát várta, ugye hogy az ívás miatt, de mégis úgy néz ki, hogy a gáti szakasz is jól működött, de persze a sekélyben is ugye a tízójék jól működtek. Úgyhogy ennyi, nagyon örülünk, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki drukkolt, bátorított bennünket, nagyon nagy szükségünk volt erre is, és tehát ezzel lezárnám, és találkozunk legközelebb a vízparton. Még annyit egy mondat erejéig, hogy ugye Gergőjék pedig vasárnap ti mentek a Vatkanra versenyezni, ahol már többé volt vagytok, és elég jól szoktatok szerepelni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy egyedi Gergővel ugye ott voltunk előző héten Pródon, most ezen a héten Maconkán, most két hét alatt szerintem ilyen még nem volt, én azt gondolom, túlzás nélkül. Nem tudok róla, hogy lett volna ilyen magyar csapat, aki két hét alatt két versenyen közel négy tonnát tudott volna fogni, és akkor még jövő héten Gergőjék még ezt hát, ha megverelik, vagy tudják fokozni. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan teljesítmény, amit mondom, idő kell, hogy mi is felfogjunk. Úgyhogy köszönjük nektek, és elbúcsúzunk most, és találkozunk legközelebb a vízparton. Minden jót, szervusztok!